Most következő műsorunkat 12 éven aluliak részére nem ajánljuk. Vendégünk a stúdióban Andrássy Attila, az Udvari Kamara Színház igazgatója és rendezője, valamint Szigeti Réka, a színház dramaturgia. Üdvözlöm Önöket! Kezdjük először az életrajzokkal. Annyit tudok, hogy Andrássy Attila Szabadkán született. Kérem, beszéljen egy kicsit az életútjáról. Üdvözlöm a nézőket! Igen, Szabadkán születtem, ott jártam Ellemi középiskolába, és Újvidéken végeztem a főiskolát rendezői szakon. Szerb Nemzeti Színházban diplomáztam, Újvidéki Szabadkai Színházban rendeztem, és hát amikor a délszláv háború kezdődött, akkor jöttem át Magyarországra. Először a rádiószínháznak dolgoztam, tehát menekültáborokat jártam, akkor úgy éreztem, hogy ez a kötelességem. Én egyébként egy pár napra jöttem át, gondolván, hogy gyorsan véget ér, vagy hát nem is alakul a háborúvá ez a délszláv konfliktus. Ez a pár nap lényegében a mai napig tart, mert ugye hát közben másképp alakult az élet. Sokat jártam a menekültáborokat a rádiószínház részére. Ez egy nagy iskola volt, mert a nehéz helyzetben jutott embereknek a figyelése az sok mindenre megtanítja az embert, és egy kicsit érzéktelenné teszi a mindennapok bajaira, mert ugye hát látjuk, hogy mi minden megtörténhet ebből kifolyólag, akkor az, ami csekélyebb baj, vagy csak árnyéka a lehetséges rossznak, már nem is számít valójában. Én színházzal egy ideig nem foglalkoztam, mert úgy éreztem, hogy kötelességem ezt a menekültábor, ez a menekültábor járás, de hát egy idő után az ember nem bírja a színház nélkül, és akkor a szkénében dolgoztam, készítettem két előadást, majd a Szabadkai Népszínházban, és azután alakítottam meg a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházat, amelyiket hát azért hoztam létre, hogy a jelenünket eredményező múltunkat színre vigyük, hogy a magyar történelemben keresünk olyan témákat, amikből színdarabokat lehet írni, a színre lehet vinni, és játszani lehet az egész magyar szállás területen, tehát Székelyföldtől Őrvidékig, Felvidéktől Délvidékig, de hát voltunk svédországi turnén is. Valójában sajnos az egész világ magyar szállás terület, hiszen rengetegen vannak Dél- vagy Észak-Amerikában. Olyan volt az elmúlt 100 év, hogy sok merre szóródtunk. Velük is foglalkozni kell. Réka, hogy került a színházhoz? Hát véletlen találkozás volt. Ugye én Erdély vagyok, Marosvásárhelyen születtem, ott is végeztem a Színművészeti Egyetemen, aztán a Nagyváradi Színházhoz kerültem, és egy évadot töltöttem a Nagyváradi Színháznál, aztán átköltöztem ide Magyarországra, vagy Kis-Magyarországra, és kihagytam egy évet, de nagyon telítődtem a színházzal, és akkor volt egy ilyen év, amikor úgy nem akartam színházzal foglalkozni, és teljesen véletlenül egy könyvesboltban dolgoztam akkor, és bejött Attila, hozott szórólapokat, meg plakátokat. És mondtam, hogy ő csinálja ezeket az előadásokat, és mondta, hogy igen. Mondtam, hogy hát én meg dramaturg vagyok, és akkor innentől kezdve együtt dolgozunk. Egymásra találtak. Ugye ennek már 9 éve konkrétan. Tehát. Az Udvari Kamaraszínház, vagy leánykori nevén Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház alapvetően a Dunapalotában tartja az előadásait. De, mint említette is Attila, szerte a Kárpát-hazában nagyon sok helyen tartanak előadásokat. Mostanában milyen futódarabok vannak, amiket látni lehet? 3 előadást tartunk most színen. A Halottak napjától Virágvasárnapig volt, amit 2004 óta játszunk folyamatosan, tehát abból igen sok előadást játszottunk le, de máj napig játszok. A Ki ez az országot, és a legújabbat, a Fehér Szarvast.
A Dunapalotában játszunk, de 150 helyszínen voltunk a Kárpát-medencében, több mint 150 helyszínen. Én a 150-nél hagytam abba a számolást. Át kell nézni valószínűleg, hogy az már több is. Minden helyszínre, ahova megyünk, az egy világ felfedezése. Bár a közönség azonos, Székelyföldtől Őrvidékig, Felvidéktől Délvidékig ugyanúgy reagálnak, ahogy a városképeink is azonosak. Tehát valami, tehát az egység az tapintható. De minden részének a felfedezése az sokat jelent. Most a legutóbbi felfedezett rész az közel van az én szülőföldemhez, Bácskához, Bánság. Oda ritkán jár magyar színház, többször kellene. Az egy nagyon hálás közeg, nagyon hálás és művelt közönséggel. Tehát amikor Török Becsén legutóbb játszottuk a Fehér Szarvas, döbbenten figyeltem, a csendeket szoktam figyelni. A csendek azok az előadásról és a közönségről beszélnek. Olyanok voltak a csendek Török Becsén, mint a Pesten játszottunk volna. Színházban szokott közönség előtt. Nem volt különbség. És ők 4-5 évente kapnak egy előadást. Tehát mindenféleképpen a színház életnek oda kellene hatni, igyekezni. Nem elég a színházi előadást tévén elvinni vidékre. El kell menni. A vidéki városoknak is a lakosság megtartó erejét egy valamire való kulturális élet az erősíti. Nyilvánvaló, hogy a megélhetés az első. De a megélhetés az nem elégséges. Tehát amellé kell egy szellemi lét is. Úgyhogy törekedni kellene arra, hogy a vidék is minden műfajból kapjon. Kellő időközönként. Van, hogy tömegek jönnek össze a vidéken. A Budapesten az ország szíve a Székesfőváros. Itt feltétlen játszani kell. Itt van a Székelyföldről, Délvidékről, Felvidékről is tanulnak itt fiatalok. Úgy középiskolában, mint főiskolán, vagy egyetemeken. Itt mindenféleképpen játszani kell. Hát most az a nagy öröm ért bennünket, ugye a Dunapalota az lehetővé tette, hogy állandó helyszínként szerepeljen, ugye. Mindenhol szeretettel fogadják önöket, a legkisebb faluban is? Abszolút így van. Tehát Húdegyházán, Bánságban, én nem is tudom, hogy ott mikor volt színházi előadás, ott lényegében egy szobában tudtuk játszani a parókián. Tudtuk játszani a virágvasárnapot, nem fértek be az emberek. Tehát sokszor nem hiszik el, sokszor az van, hogy valami fura ledöbbenéssel nézik, hogy tényleg ide eljöttek, hogy ide is eljöttek hozzánk, és akkor egy fájdalom van bennem, mert azt látom, hogy ja, hogy ez a mi falunk, ez ide nem jön soha senki, mintha nem érdemelnék meg. Tehát ez az, amin ha lehet, akkor változtassunk, mert bármelyik falu emberhez méltó életet adhat, de ehhez hozzá kell tartoznia annak is, hogy a művészeink is eljönnek, hogy a szellem is oda jön, akár pár napra. Réka, nagyon röviden a darabokról beszélne nekünk? Igen, még annyit szeretnék csak a közönséghez hozzátenni, ugye, hogyha határon túlra megy a színház, tehát itt is megvannak a csendek ugye a pesti közönségnél, de a határon túli magyarok valahogy ugye ők testközelből élnek át olyan helyzeteket, szituációkat, amiket ugye Attila meg én megjelenítünk a színpadon, megírunk. És ők, nem tudom, valahogy rájuk teljesen másképpen hat bizonyos szinten, mert nemrég az egyik Fehér Szarvas előadásunkon erdélyi vendégek voltak, és első felvonás után konkrétan így kijöttek, és alig jutottak szóhoz. Hiszen ők az elszakított területeken élnek. Igen, és hogy nekik ez teljesen
hogy mondjam, újdonság, hogy egyáltalán hogy ezt látják a színpadon, vagy ezt hallják a színpadon, de szerintem délvidéken is így van ez, igaz Attila? A legnagyobb félelemmel Felvidéken, Rozsnyon találkoztunk. A magyar piétát játszottuk, ez a 44-es délvidéki magyar írtásról szól, és a 2004-es népszavazásról, a hűségről és a hűtlenségről. És döbbenetes volt, mert az első felvonás alatt tapintható volt a félelem. És akkor a felvonás közben valami felszakadt, második felvonás végén állótapsot kaptunk, és hitetlenkedtek az emberek, hogy az országtól való elszakításról, vagy az ellenünk elkövetett atrocitásokról is lehet előadást, hogy ők ezt láthatják. Hálálkodtak. És ott maradtunk a lelkükbe, ismét el kell oda mennünk, ez egyértelmű. De Székelyföldön is volt, Vas Albert előadásunkkal mentünk, amit az Adjátok vissza a hegyeimet, és a Jönnekből gyúrtunk, a Világ és a vége című előadást, és sosem felejtem el, én mindig a felvonás közökbe sétálgatok a közönség között, és két székely úriember jön ki az első felvonás után, és mondja az egyik, hogy ilyen színház kell a székelyeknek, ez kellene minden héten. És az egyik asszony pedig kérdezi a másikat, hogy te félsz még? Én már nem félek. Na most nyilvánvaló, hogy a témáinkkal a közbátorságot hozzuk vissza a közéletbe. Ez alapvető küldetésünk, ugyanis a közbátorság megléte nélkül nem lehet élni semmilyen megszerzett joggal, és nem lehet megszerezni semmilyen meg nem szerzett jogot. Ahhoz közbátorság kell. A közbátorsághoz pedig szellem kell. Ahhoz példa kell. Az emberek úgy viselkednek, ahogy a példaképeik viselkednek. Egy olyan rendszerben, ahol az emberek 4 évente döntenek a felettük rendelkezőkről, ott a tudat befolyásolásának az eszköze fegyver. A színház az egyik legélesebb fegyver, nem a tömegessége miatt, hanem amiatt, mert a színész egy levegő, egy légtérben van a nézővel. Ismerjük ezt a vöröset? Ezt ittuk a pénzében is. Nos, ez a bor a Tarcal déli rankáiról való. A Magyar Királyság legjobb bortermelő vidékéről került az asztalra. Örülök, hogy már ismerjük. Volt alkalmunk megismerni. Na, öntsenek így. És hogy jutottak át a határon, hiszen le van zárva. 2-10. A nemzeti hadseregtől. Szóval, hogy jutottak át? Ne. Bizalmatlan vagy, ezredes. Tudja, mi itt a megszállt területeken élő magyarok, kicsit olyanok vagyunk, mint a ragadozó közelségét érző végtelen volt. Minden ismeretlen emberben ellenséget látunk. Idegenek érkezésének puszta híre rossz sejtelmeket ébreszt bennünk. Az egyenruha az előbb büszkeséget és tartást, most félelmet és viszolgást vált ki belőlem. Hiszen az egyenruhás, ha megszállunk rendőre, csendőre vagy katonája lehet, aki vagy foglal, vagy fosztogat. A polgári ruhás idegenek pedig általában a szigurancia ügynökei. Az egyik sátán. A másik Belzebub. Házasszony egészségére. A hölgyekre. A hölgyekre. Tehát, hogy jutottak át, azt nem tartozik rá! Ami rád tartozik, azt parancs formájában kell rádadjam. Én a múltban voltam tiszt.
a császári és királyi hadsereg főtisztje. Leszereltem. Nem vagyok a nemzeti hadsereg tagja. Mi alapján osztogat ön? Nekem parancsokat! A legújabb előadásunkról beszélnék, a fehér szarvasról. Tavaly mutattuk be, szinte közvetlenül azután, hogy a színház megkapta a világmagyarságáért elismerést. Amiért gratulálok. Köszönjük. És most pedig nagy örömünkre meghívtak az új színházba, ahol a 4. keresztény színházi fesztivált rendezik meg, és a fehér szarvas lesz a nyitó díszelőadás. Két szálon fut a történet, az első felvonás az ugye Erdélyben játszódik, a második felvonás pedig Budapesten, és negyedik Károly két visszatérési kísérlete között játszódik a cselekmény sorozat. Mi történik egy magyar úrral és feleségével Románföldön, aztán ugye miután mindenüket elveszik a tulajdonukat, földjüket, szétújják a házukat, kertjüket, ugye Budapestre menekülnek. És mi történik velük. Úgyhogy sok szál is van, de igazából itt mondjuk dramaturgiai szempontból nekem a szereplők közötti viszonyok, kapcsolatok, a jellemek, azok, amik fontosak, és ugye hát Attila szempontjából pedig inkább a történelem, meg a mondani való. De erről ő szerintem többet tud. Igen, egy-egy darab létrejöttéről szeretném megkérdezni. Szó volt róla, hogy komoly kutató munka előzi meg. Igen, tehát legalább egy évet dolgozunk azon, hogy egy adott kor, ez most meg a 4. Károly, két visszatérési kísérlet, akkor felkutatjuk, megtaláltuk Lehár Antal ezredesnek az emlékiratait, ugye, aki a katonai szárny egyik vezetője volt a 4. Károlynál. Borovicény Aladárnak a nagyszerű könyvét, a király és a kormányzó, ezt már régen elolvastuk. És más forrásokat kerestünk elő, találtunk. Ja, hát menekülésem Erdélyből, Madaszfák Viktor. És akkor ebből gyúrunk össze, de rengeteg olyan adat van, olyan anyag van, amit nem is említettem, mert nem lett mindent. Tehát ilyen, ahhoz, hogy az igazi arcát megkapjuk annak a kornak, ahhoz rengeteg helyről kell szemezgetni. De a legelső az, hogy mi volt az akkori emberek tudatában. Tehát egy hosszú jólétben, a boldog békeidőkben éltek. Tehát egy olyan időben, amikor a városaink megkapták az arculatukat, amikor én Szabadkán születtem, a Monarchia egyik első rádió gyártó üzeme a Szabadkán volt. Európa egyik legnagyobb vegyipari gyára a Szabadkán volt. A szabadkai önkormányzat egy nemzedék alatt felépítette az új városházát, a központot, rengeteg épületet húztak fel, és dupla sávos villamos sineket raktak le, és vezettek be a legdrágább világpiacon lévő villamost vezették be Szabadka és Palics fürdő között. Akkor még egyenárammal működtek a villamosok, olyan villamosokat szereztek be, amelyik a fékezésnél az akkumulátorokba visszatáplálja a fékenergiát. Tehát nem használt villamosokat vettek valahonnan, nem külföldi kölcsönökből építették fel a városházát, és építették ki a városközpontot, hanem saját helyben megtermelt. Tehát egy egészen más gazdasági rendszerben. Egy birodalomban éltek, majd pedig hirtelennyében a birodalom biztonságot jelentő bőségéből a Balkán gyarmatának kiszipőzött inségébe zuhantak. Fele fogták az első pillanatban. Majd amikor felébredtek, akkor hova kapadoztak, mit tettek? Mert sokat tenni nem tudtak. Mik voltak azok a szalmaszálak, amiben kapaszkodván valahogy
fenntartották magukat. Innen kell megindulni. Mit jelentett akkor IV. Károly húsvét vasárnapján történő megjelenése Budán, amikor az szétterjedt? Az a hír, az mit jelentett? Tehát nagyon pontosan nem voltak, tehát az utódállamok sem voltak biztonságban. A csehek, ha nem tévedek, Borovice nyaladár írta, de lehet, hogy Leár ezredesnél is megvan. Ugye a király visszahozatalára különböző szövetkezések voltak. A volt osztrák-magyar tisztikarból és a politikusoktól. A csehek azok mozgósítottak a király második visszatérési kísérleténél. A helyi németeknek, tehát a szudéta németeknek ki volt adva, hogy minden német fiatal vonuljon be. Később cseh adatokból, ugye hát arról tájékoztat Borovicény, vagy Lehár ezredes, nem emlékszem most melyiknél találtam meg, hogy a cseh lakosságnak a 40%-a jelentkezett a cseh-szlovák hadseregbe, a németeknek a 98%-a. Hát nem egészen biztos, hogy maga a harctéren a Csehszlovákiát el nem fogadó németek olyan nagy lelkesedéssel harcoltak volna Masarykér és Benesér. Nagyon könnyen lehet, hogy megfordították volna a fegyvert. De ez délvidéken sem volt másképp. Tehát Horvátországban nem volt olyan horvát politikus, aki kiáltotta volna Horvátország csatlakozását Szerbiához. A horvátországi szerb kisebbségnek a vezetője, Pribicevic, kiáltotta ki a csatlakozást a horvát parlamentben. Horvát tiszteket lőttek agyon, mert nem voltak hajlandóak felesküdni a szerb királyra, azzal a, mivel őnekük volt egy szerintük nemesebb királyuk. Úgyhogy az, ami később biztossá vált, az abban a pillanatban teljesen bizonytalan volt. Az viszont biztos volt, hogy azokat a balkáni viszonyokat, amiket szerb vagy a román királyságnak a kiterjesztése Közép-Európára ráhozott, az annak a lakosságnak elfogadhatatlan volt. Tehát döbbenten nézték a szlovénok, amikor ugye a szerb hadsereg bevonult, hogy a szerb jogrendben benne van a nyilvános botozás. Hát azért már 18-ban, ugye Közép-Európában a nyilvános botozástól elég távol voltunk. De hát ez csak az egyik része. Mindenhol volt egy hatalmas rablás. Tehát például az osztrák-magyar korona és a szerb dinár közötti átváltás az 4 dinár egy koronára. Ez volt a megszokott. Na most, amikor a szerb hadsereg bevonult, és Jugoszláviára, és a szerb-horvát-szlovén királysággal minősítette ezeket a területeket, akkor fordított arányba 1 dinárért 4 koronát váltottak be. Ezzel az osztrák-magyar monarchia volt alattvalóit kirabolták praktikusan. De nem csak az embereket, a bankokat, a horvát-szlovén bankokat és vállalatokat is. Tehát rögtön egy csapást, egy gazdasági csapást követtek el. Végig az adó a monarchiától Jugoszláviához csatolt területeken jóval több volt, mint Ószerbiában. Ez különben megmaradt a két világháború után is, csak akkor önkéntes hozzájárulásnak, a fejletlen területek fejlesztésére történő önkéntes hozzájárulásnak. Szó szerint gyarmatként kezeltek bennünket. Milyen volt a hangulata ezeknek az embereknek? Egy hosszú reménytelenség, egy állandó lefelé, ha zeneileg szeretném kifejezni magam, akkor egy állandó lefelé ívelő melódia, ami ment. És akkor itt-ott felcsillant egy-egy remény. Ha most a fehér szarvastól átmegyünk ki ez az ország, ami pontosan
a Marseille merénylet környékén, tehát 1934 októberében játszódik, október végén játszódik, amikor makedón merénylő horvát felkérésre agyonlövi a jugoszláv királyt, és a merő véletlenül a francia külügyminisztert. Ekkörül is rengeteg annyi érdekes történet van, amiről nem tudunk, ami ordít azért, hogy színre kerüljön. A merényletet szervező, két horvát tiszt, azok hamis útlevéllel érkeztek Franciaországba. Az egyiknek Eduard Benes nevére szólt az útlevele, a másiknak pedig Vladimir Novák, a Benest állandóan kísérő rendőrtisztnek a nevére szólt. A merénylet megszervezés az egy válaszmerénylet volt a szarajevói merényletre. De ha megnézzük, hogy kik vezették ezeket a mozgalmakat a horvátoknál, akkor megint egy érdekes dologra bukkanunk, mert ugye Eugen Kvaternik volt a szálak mozgat. Ki ez az Eugen Kvaternik? Eugen Kvaternik Svetozár Borovics von Bojnának volt a szársegédje. Borovics az pedig az olasz frontnak volt a főparancsnoka az első világháború végén. Mit kell tudni erről az ember? Az egy pravoszláv szerb volt. Egy pravoszláv szerb, aki az első világháborúban az osztrák-magyar monarchiának a frontparancsnoka volt, az egyedüli tábornagy, aki nem az osztrák főnemesség köreiből került ki. Ennek volt a szárnysegédje ez a horvát tiszt. Mi több, a másik horvát tiszt, aki szintén a horvát függetlenségért küzdött, Ante Pavelić, miután 18-ban a szerb kisebbség vezetője kikiáltotta Horvátország csatlakozását Szerbiához, ketten vitték el ezt a határozatot, Svetozár Privicevic, a szerb kisebbség vezetője, és Ante Pavelić, a későbbi független horvát államnak a vezetője. Tehát mekkora volt a remény, mekkora volt a csalódottság, mint ahogy láttuk, Csehszlovákia is kétszer esett szét. De hát itt akkor visszakérdezhetünk a monarchiára is, mert ugye állítólag a népek börtene volt, nekem még itt tanították, meg a szegény szlávok elnyomója. Na de hát a szegény szlávok ott küzdöttek a monarchiáért. Élükön a szegény szláv Svetozár Borovics von Bojnával. Tehát azért sokkal árnyaltabban kell megnéznünk az elmúlt korokat, sokkal árnyaltabban, főleg most, amikor látjuk azt, hogy ugye a V4-eknek kell összeállni, ha kontinentális probléma áll fel. Mert ugye ez a lakosságcsere, ami folyik Európában, ez kontinentális probléma, amit mi magunk nem tudunk megoldani. Tehát itt lényegében két időszak. Ha a magyar történelmet megpróbáljuk pár fontos időszakra osztani, akkor ugye hát a honfoglalás és államalapítás, a Mohácsi csata, a törökvész, Buda visszafoglalása és 18. Ezek az igazán fontos pontok. Ugye 18-ban mi történt? Lényegében a birodalmi létet egy balkanizáció követte. Most, amikor ismételten kontinentális probléma, gond van, akkor nyilvánvaló, hogy valamilyen összefogás kell, mert ezt nem lehet másképp. Ennek az összefogásnak az előzményeit nézzük valójában ebben a színházban, a múltban, hiszen a jövőre, ha jövőről akarunk dönteni, akkor először a múltat kell ismerni. Ezért vagyunk mi. Igen, mindig idejük adunk ki, hogy a történelem ismerete nélkül a jelenkort sem érthetjük meg. Ezért is az a színház mottoja, ugye, hogy jelenünket eredményező múltunk.
Még annyit tennék hozzá, hogy Attila itt tartott egy rendhagyó történetet, de hogy mennyire fontos, hogy így ugye említett neveket, és nálunk Borovic, Borovicény, Lehár, nálunk szereplők, ugye ők megjelennek a színpadon, kapcsolatban vannak egymással, hát ha nem is éppen ugyanúgy, mint mondjuk a valóságban, ahogy voltak, de alapvetően igyekszünk tényleg árnyalta, meg összefüggéseiben nézni ezeket a dolgokat. Beszéljünk egy kicsit a piszkos anyagiakról. A színház önfenntartó, vagy kapnak valamilyen támogatást valahonnan? Hát mi lényegében 2010-ig jegybevételből értünk, időnként Várpalota önkormányzata, vagy Tatabánya önkormányzata segített bennünket. Akkor nagyon számunkra jelentős segítség volt ez, nem annyira összegben, mint egyáltalán az, hogy mellettünk kiálltak. A polgári körök nagyon sokat segítettek, nem anyagiakban, hanem előadásokban. Mi 2010-ig lényegében jegybevételből éltünk, amit én nem, ez Isten kegyelme. Tehát én 2004-ben, amikor elkezdtük az országot járni, órák hosszat tudtam előadást tartani arról, hogy miért nem tud egy főleg komoly témákat színre vívő színházi jegybevételből élni. És mégis évekig, tehát lényegében 6 évig jegybevételből éltünk. Később ezt elfogadtam, mint egy ilyen, mint Isten kegyelmét. Az én kedves feleségem a sokkal inkább a földön jár, mint én, és nagyon sokszor mondta ezekben az években, hogy nem, ezt a hónapot már nem éljük túl. És én mondtam neki, hogy kicsim, ez nem így van, figyelj, csörögni fog a telefon, és újabb előadásokat fognak rendelni. És a telefonnál csörgött a telefon. Az onnál, szó szerint telefon, az onnál csörgött a telefon, rendeltek 3 előadást, és én erősíten rendelkező emberként végtelen nyugalommal mondtam, hogy látod, kedvesem. Tehát valahogy így éltük túl. Akkor 2011-ben a kormány külön keretéből kaptunk támogatást, és kellő rendszerességgel kapunk a mai napig támogatást a Nemzeti Együttműködés kormányától. A mai napig azért nem intézményesültünk, tehát ez azért egy intézményt követelne. Tehát itt dramaturgok és történész kutatókat kellene irányítanunk, ugyanis rengeteg olyan történelmi téma van, ami üvölt azért, hogy a Veselényi összeesküvés. Az egy olyan forgandó történet, amiből színdarabok sorát lehetne írni. Hát nézzük meg Shakespeare-t, az őt megelőző évszázad, ugye a fehér és a vörös rózsák háborúi, abból hány színdarabot írt? Tehát tele van, vagy a lacpiak, tehát a magyar államnak a teljesítménye. Csak gondoljunk bele a nápolyi hadjáratokba. Milyen diplomáciai teljesítmény kellett, hogy annyi országon keresztül vonuljon, milyen hadtáp kellett, hogy annyi országon keresztül vonuljon ugye a sereg, és milyen katonai teljesítmény kellett, hogy akkora utat megjárva sikerre vigyék az ügyet. De ha meg... Persze ennek volt egy maga Endrének a megölése Nápolyban, hát az külön egy színdarabot követelne, de ha a horvát-magyar viszonyban, én nagyon szeretem a horvát tengerpartot és a csodás horvát autópályán lesiklani, nagyszerű, de Kálmánnak nem volt autópálya, hanem hegyeket kellett megmászni, pár csatát útközben megnyerni, amíg ugye Tengerfehérvárra ért, ahol horvát királlyá koronázták. Tehát itt annyi anyag, vagy Mátyás. A 19. század 70-es, 80-as évekig, tehát addig volt a történelem tudományban valami nagyon drámai felfogás. Nagyon szeretem azokat a könyveket olvasni, ami még ezelőtt íródtak.
Ugyanis a családi könyvtárban találtam egy könyvet, 1842-4-ben adták ki most hirtelen, angol szerző, az angol történelem. Döbbenetesen, hogy ír, mint a Shakespeare-t olvasnám. Tehát 8. Henrik, ugye az egyik embere, az egy Cromwell volt, a későbbi Lord Protectornak egy távolabbi nagybátyja. Döbbenet, hogyan fedezi fel a sorsközösséget a két Cromwell között az akkori, a régi angol történetíró. Ugyanezt találjuk meg a magyar történetíróknál is 1870 előtt, 1880 előtt. Ezek az igazi arány, aranybánák. Rengeteg történet van. A Laciak és a Zsanzsuk viszonya nem volt végig felhőtlen, tehát sok mindent meg kellett tennie Károly Róbertnak, vagy pedig ő emelte fel őket. Ennek ellenére, tehát sose feledjük, hogy a történelem minden perce ugyanannyira szenvedélyes, összeütközésekkel teli volt, mint most ez a perc, amit élünk. Ugyanolyan szövevényes viszonyrendszer volt, mint most ebben a percben. A feldolgozatlan történelmi témákat alapul véve nagyon hosszú küldetés vár még erre a színházra. Állunk elébe. Hát gratulálok ehhez a tevékenységhez, amit önök felvállaltak. Ez tényleg a magyarságért, a magyar nép érdekében történik, és további szép sikereket kívánunk ehhez a munkához. Köszönjük szépen. Köszönjük a jó eső szavakat. Az uralkodó Magyarországon jött. A repülőgépe leszállt Cirákon, Dénesfalván. A király itt van az országban. A király! A király! Itt van a király. Itt van a királyom, a méregzöld pázsiton. Attól félek. Az uralkodó kimenekül ebből a világból, ha látja, hogy mi vétettük méltatlan alattvalók az ő csodálatos országát.